fizikálisan nagyon kemény heten vagyunk túl, 3 mérkőzés 8 nap alatt, nehéz talajú pályákon. Úgy gondolom, hogy megálltuk a helyünket, hiszen 9 pontot sikerült begyűjteni. A mai mérkőzésen az első fél idő nem úgy alakult, ahogy terveztük. Kicsit kevésbé voltunk agresszívak, illetve pár harcokból nem úgy jöttünk ki, ahogy terveztük, illetve a kapu előtt is egy picit indiszponáltak voltunk. A második fél időben jól tudtunk kijönni, az első 5 percben rúgtunk 2 gólt, innentől kezdve volt területünk, volt helyünk, és ezzel maximálisan élni tudtunk. A kapott gól miatt picit dühös vagyok, de készülünk az utolsó Mezőkövesd 2 elleni találkozókra. Érdekes meccsen vagyunk túl. Az első fél időben ez nagyjából rendben volt, fél időben bementünk 0-0 eredménnyel. Volt egy-kettő veszélyes szituáció a mi kapunk előtt, de csak saját hibájából megcsináltunk. Ellenfél nem tudta kialakítani valami nagy helyzet, csak mi hibáztunk. Hála Isten, az első fél időben meg ellenfél nem tudta kihasználni a helyzeteket. Ami a második fél időben történt, szerintem az játékosoknak kell értékelni. Mert ilyen hibákat, csak annyi, már rögtön 48. percben ilyen 11-es, hát 5 gólból 4, de óriási hibákat kaptunk meg, ami szerintem már nem normális. Bármi is mondanom, erre nem tudom mit mondani. Ezt tényleg ezt meg kell kérdezni a játékosoktól, hogy mit gondolták, hogy ilyeneket hibázták. Mert mi tudtuk, mit akarunk. A taktikai terv megvolt, ez alapján mentünk, és szerintem nagyjából működött is. És fél időben valami megbeszélünk, és rögtön első szituáció, a második, a harmadik lesz. Sajnos ez van, mi már ebben a szituációban vagyunk, ahol nagyon várunk a vége, a szezon vége, aztán már még várjuk, hogy tudjunk tovább.